A magyar nőszirom lila színben pompázó, lágy növény, ám sokan csak a 20 forintosról ismerik ezt a fokozottan védett virágot. Az eszmély értéke a virágnak 100 000 forint darabonként, tehát 200 000 forint értéket tulajdonítottak el, vagy tettek tönkre. Ez az értékhatár már bűncselekménynek számít, tehát ez nagyon fontos. Hál' Istennek a töve az megmaradt a virágnak, tehát az jövőre ugyanúgy ki fog hajtani. Annyira erdő ZRT erdészeti igazgatója Sóstói erdőben megmutatta azt a helyet, ahol tavaly és idén is megtalálták az erdő összesen két nőszirmát. A lila növényeket valószínűleg gyöngyvirággyűjtés közben téphették le az ismeretlen tettesek az elmúlt hétvégén, ám sajnos nem csak természetkárosítások történtek a közelmúltban az erdőben. Őrizetés ellenére is tanúsvintáblákat tettek tönkre két darabot, egy esőházat, illetve egy kerti, illetve egy kinti oktatótermet rongáltak meg komolyan. Ezeknek a értéke, a rongálási káratnak az értéke mintegy 200 ezer forint tesz ki, illetve az elmúlt időszakban a filmi forintot is eléri a, kárakozásnak a mérték. Ez azért fájó, mert nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokat teszünk azért, hogy a lakosság minél jobban érezze magát itt a parkerdőben, és ezt a pénzt másra is lehetett fordít, volna fordítani, amit most a helyreállításra kell tennünk. Az erdészeti igazgató hozzátette, a közelmúltban több személygyűjtőt is felgyújtottak az erdőben.